Sziasztok, üdvözlök titeket a csatornámon. Csajos videót fogok csinálni a kedvenc sminkemről. Ez az a smink, ami mindig beválik, a kedvenc termékeimet használom hozzá. Ezt, hogyha valahova kell mennünk, és van 20 percem, tudja, hogy ezt a sminket fogom megcsinálni, mert tudom, hogy nem azért, de tudom, hogy ez jól áll, könnyű elkészíteni, tudja, hogy sikerül. Szóval, gondolom, megosztam veletek ezt a sminket. Először is azzal kezdem, hogy ugye megmostam az arcomat, és általában ezt nem szoktam használni, de mostanában annyira brutálisan meleg van, és süt a nap meg minden. A nagy télben elszoktam attól, hogy használjam a napvédőkrémet. És ez a kedvencem, ez az Aesop 50-es. Igazából ez nem is naptej, hanem fényvédős hidratáló krém, azt hiszem, hogy ez a neve. És ez iszonyat. Én egyébként nagyon nem szeretem a muskátlit, mert kicsit ilyen muskátlis illata van. Ennél valamiért tökre el tudom viselni olyan frissen nyírt fűillat és muskátli keveréke. Ez az a krém, ami beszívódik a bőrbe, véd a nap káros sugarai ellen, 50-es faktorszámú, nem leszek tőle mégse ilyen szellemes arcú, és nem érzem, hogy filmréteg van a bőrömön, ami azt hittem, hogy esélytelen egy napkrémnél, és mégsem. Viszont rohadt drága, azt is hozzátent, ez a 150 millivolt 12.000 forint, vagy valami ilyesmi. 3-4 lét használtam el egy szezonban, illetve ketten a párommal, szóval két embernek másfél vagy két szezonra elég, úgyhogy ha úgy számoljuk, akkor még nem is annyira drága. Ezután én még felszoktam vinni egy sima arckrémet, én most ezt a 7-7 mézes, propoliszos, mandulás, hidratáló, bőrápoló arckrémet fogom felvinni, amit nem tudom, itt a csatornámon mutattam-e már, de ezt a 7-7 márkát tuti, hogy említettem, nem egyszer, nem kétszer, és ennek tök érdekes a kréme, kell nyomni ezt a valamit, és akkor kijön középen a krém, szóval ezzel szoktam általában bekenni az arcomat, és mindig legalulra szoktam vinni ezt a napvédő, napfényvédő, fényvédő napkrémet, és utána az összes többi általában használt krémát. Szerintesen meleg van ma, tehát ilyen 20 fok, de úgy 20 fok, hogy azt csak a hőmérő mutatja, hogy 20 fok van, még amikor még rá süt a nap, szerintem 40-nek érződik, szóval iszonyan durva, egyáltalán nem vagyok hozzászokva ehhez a meleghez, de soha nem bírom meleget annyira, szóval ezt nagyon-nagyon meleg. Ma az arcolaj, az szóba se jöhet. Feldobom ezt a levendula aromavizet. Annyira jó. Ezt körülbelül 2 hónap alatt majdnem elhasználtam, nem tudom, mennyire látszik. Eddig van már csak. És ez egy 200 ml-s kiszerelés, mert vettem egy ilyen fél literes aromavizet, és majd abból után lehet tölteni. Reggel és napközben, hogyha eszembe jut, tuti, hogy be fogom magamat fújni vele, mert csak azért, mert nagyon kellemes, meg imádom a levendula illatát, szóval folyamatosan. Ez ilyen frissítő spray, szerintem nyárra is az egész test is bárhol lehet fújni, mert egyen nincsen semmiféle káros hatása, ez csak sima levendula víz. Nem fogok olyan iszonyatosan sok dolgot használni a szememben, nem fog leperegni, ezért simán elkezdem az egész arc sminket. Ja, még előtte. Ezt, amit mondtam, ezt tuti, hogy meséltem már nektek róla, ez a 7-7 mézes propoliszos ajakbalzsam. Ez az, ami kiváltotta nálam a patikában kapható ajakkrémet. Azt is mondtam nektek most már egy pár videóban, hogy ilyen propolisz megszállott vagyok, hogy szerintem nagyon-nagyon jól segít a szervezet immunrendszerének az erősítésében, legalábbis én észrevettem a hatását. Szóval bármi, ami propoliszos és magyar kézműves, azt tudja, hogy meg fogom venni. Életem legjobb ajakbalzsama. Egységes a textúrája, nincsenek benne ilyen külön darabok, amik általában a kézműves ajakápolókban van, szóval nem ilyen darabos valami, hanem nagyon szépen, könnyedén felmegy az ajakakra, olyan, mint a Clarence-nek volt ez a 7000 forintos ilyen ajakápoló olaja, aminek az applikátora ilyen finom puhi volt. Szóval ez szerintem marha jó, akár még szájfénynek is lehet használni, hogyha szeretnétek. Ráadásul tök jó, tényleg táplálja az ajkukat, és nincs benne semmiféle ilyen felesleges hozzáadott valami blah. Képzeljétek el, nem én vettem, megkértem a páromat, hogy menjen el és vegye meg ezt a alapozót. Ez az Essence Stay All Day 16 órás alapozó, erről már 68 milliószor meséltem nektek. A régi csomagolásra az ilyen teljesen műanyag volt, és most átcsomagolták üvegbe, ami nekem kb. Így tök mindegy, hogy miben van, így annyi, hogy nehezebb. Ugyanaz az alapozó, csak a régi az 15-ös volt, ami nekem kicsit túl sötét, és most 10-es lett helyette, szóval remélem, hogy ez most már jobb lesz. Banyek, és az alapozó ecsetem meg dzsúvás, szóval akkor kézzel fogom felvenni. Nem, itt van. Oh,
hál az égnek. Tegnap ki, az is egy jó történet. Tegnap ki akartam tisztítani az összes ecsetemet, ilyen sminkes ecsetemet. Erre kiderült, hogy az a szappan, amivel szoktam takarítani, elfogyott. Mondom, jó, akkor csak sima szappannal fogom kitakarítani. Aha, a sima szappan is elfogyott, szóval nem. Úgyhogy most retkesek az ecsetek, ráadásul de jó. Szárad a másik alapozós ecsetem. Na jó, akkor eddig volt friss levegő. Hihetetlen. Tényleg reggel 8-kor, hajnal 8-kor, de amúgy tényleg én sokáig szoktam dolgozni hajnalig, és én szeretek tovább, nyilván így akkor tovább is alszom, hogy az átlagnál, és én ilyen 9-10 körül szoktam felkelni, és hajnal 8-kor, vagy fél 8-kor szomszéd elkezdte nyírni a füvet, üvöltette a rádiót, a másik lakásban meg elkezdték csinálni a korlátot, szóval most nem reggel 8-kor, hogy jut eszükbe basszus flexelni, meg üvöltetni, de úgy üvöltették a rádiót, hogy tökéletesen hallottam minden egyes beszélgetést a rádióban, ami szerintem tök durva, hogy lehet, hogy csak én vagyok ilyen izé, de én például nem szeretem üvöltetni a dolgokat. Annyira én szerintem vagyok figyelmes mással szemben, hogy egyrészt reggel 8-kor, és hiába tudom, hogy reggel 8-tól este 8-ig lehet zajongani, és este 8-tól reggel 8-ig van ilyen zaj. Mi az a... milyen tilalom az? Akkor nem szabad zajongani. Csend! Csentilalom, az, na, jó, oké, csentilalom. Szóval, vagy nem csentilalom? Na mindegy, szóval, hogy addig nem szabad zajongani, tudom, hogy reggel 8-tól lehet, de akkor is ki a franc csinál már ilyet, komolyan. Na mindegy, szóval eleve lehet, hogy azért is érint engem ez kicsit erőteljesebben, mert tökre el lehet engedni ezeket a dolgokat, vagy mitem. Csak ma este valamiért, közben feldobom ezt a Revolution Super Size Concealing Define korrektort, ami szerintem a világ legjobb korrektorja, ráadásul 2000 forint, vagy 2500 forintba kerül, szóval iszonyat olcsó is. Na szóval, hogy lehet, hogy azért is érintett ma reggel ez engem annyira erőteljesen, mert valamiért brutál rémálmaim voltak. Ráadásul úgy aludtam, hogy a két kezemet így feltartottam majdnem a fejem fölé, indokolatlan póz, és elkezdett lezsibbadni a kezem, és arra ébredtem, hogy nem érzem a kezeimet. A rémálomból így felébredni, hogy nem is érzem a kezeimet, az is jó volt. És akkor még üvöltött a rádió, szóval még csak kicsit se tudtam kipihenni magam ma este, de lehet, hogy azért vagyok ilyen, hogy... Meg amúgy is én egyébként nem tudom, hogy ti hogy vagytok, hogy utálom a rádiót. Végtelenül utálom a tévével együtt, szóval nekünk nincs is tévé előfizetésünk, mert arra nem vagyok hajlandó 8000 forintot, vagy nem tudom hány ezer forintot kidobni havonta, hogy a reklámokért fizessen. Családom szereti nézni a tévét, és akkor néha, amikor arrafele járok, akkor egyszerűen nagyon durván felidegesít, nem bírom a tévét. Egyszerűen nem bírom. Szóval, hogy nem bírom. Egyáltalán nem, de az is biztos benne van, hogy mivel elszoktam tőle, meg nem nagyon látom, hallom, ezért a YouTube-on is nekem ilyen prémium előfizetés van, szóval nulla darab reklám jut el hozzám. Nem szeretnék ilyen reklámokat nézni, meg semmi. Meg a másik, hogy igazából olyan nem is soha nem volt szerintem olyan se csatorna, se műsor a tévében, amit én úgy de szerettem volna, meg hogy hú, de meg akarom nézni, meg nem tudom mi, filmek is. Hát esküszöm, mire lemegy a reklám, mert nem tudom, hogy milyen filmet kezdtünk el nézni. Egy órás film, és ugye 6 reklám van közte, és a film részlet, az mondjuk 10 perc, a reklám meg 20. Fúj, de utálom, na mindegy, szóval, és hogyha inkább is, hogy valami filmet akarok venni, akkor vagy ki van, kikölcsönözzük, vagy fönt van Netflixen, vagy nem tudom, szóval nem az, hogy tévénk nincs, hanem előfizetésünk nincs, szóval tévézni is szoktunk, hogy olyan Netflixet szoktuk nézni, szerintem mindig vagy Apple TV-t. Nem is tudom, mikor néztem utoljára így tévét, szóval végtelenül fel tud idegesíteni. Most jön a Mac Studio Fix NW20-as, ezt csak a korrektort ezzel fixálom gyorsan. Szóval tök durva, nem tudom, hogy másokat is ennyire kiakaszt-e a tévé, lehet, hogy csak azért, mert nálunk, ha megy a tévé, az politikai műsor és hír. Szóval azon kívül más nem nagyon megy otthon a tévében, és engem egyszerűen fellázít, engem nem, ezek nem érdekelnek egyáltalán. A reklámok meg végképp idegesítenek, szóval bugyuta az összes, nem úgy, mint régen,
aztán mutattak nekem anyuék ilyen régi reklámokat, és mennyivel jobbak voltak, te jó Isten, rímelt, volt jó dallama, meg tök jó fej, gyógyszerreklám az összes, ami szintén nem érdekel, mert ha valami bajom van, akkor az orvoshoz megyek, és nem tévében reklámoz. Ja, most jön a pupa bronzosító és kontúrozó palett, ami szintén a kedvencem. Szóval, ha valami bajom van, akkor az orvostól kérdezem meg, hogy mit kéne bevennem, mert egyébként is ezek a vény nélkül kapható cumók, azok nem sokat érnek, szerintem. Na, mindegy. Na, és hogy ezért a rádió az viszonylag fel tud engem idegesíteni. Ráadásul emlékszem, hogy régen, gyerekkoromban csomószor mentem a nagyszüleimhez Levőrsre, és ott is például a nagypapám az mindig, ha nem is volt a sufniba, akkor is. Az volt az első mozzanat, hogy bekapcsolta a rádiót, hogy Sláger Rádió Magyarország! Emlékszem, hogy mindig ez ment. De akkor még úgy nem zavart meg semmi, mert tudtam, hogy nekem az úgy a helyhez kapcsolódó hang volt, vagy hogy nekem az volt ott az alap, hogy megy a rádió, vagy nem tudom, akkor így nem tűnt fel. A zenét viszont nagyon-nagyon imádom, szóval imádom a zenét, de annyira, hogy el sem tudom mondani. Szinte folyamatosan a zenét hallgatok, munka közben is, este is, vagy szabadidőmben is, egyszerűen nekem a zene az ilyen nagy szerelem. Ja, és na, két napja vagy mikor felfedeztem az Arctic Monkeys zenekart. Tudom, hogy tök régóta tolják, meg hogy nem egy új zenekarról van szó, meg biztos vagyok abban is, hogy a nagy fesztiválozásom alatt tök véletlenül biztos, hogy már betévedtem egyszer egy Arctic Monkeys koncert. Vannak ilyen híres dalaik, amiket nyilván ismertem, de nem tudtam, hogy ők játsszák, és most valamelyik nap rátaláltam a 2020. december Londonban lévő koncertjüknek az audiójára, vagy nem tudom. Szóval csináltak egy albumot csak arra a fellépésükre, és szerintem az valami fenomenális, amit ők művelnek a színpadon. Nem, nincs hozzá videó, csak audiót. Egyszerűen nem bírom abba hagyni annak a lemeznek a hallgatását, szóval ez valami hihetetlen. És ja, igen, régen én ilyen nagy Paramore fan voltam, szóval az ilyen alternatív rockot nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Utána meg ilyen DJ szetteket hallgattam, Skrillex meg ilyesmi, aztán meg ilyen chilles DJ, mint a Solomon, meg a Fritz Kalkbrenner, Paul Kalkbrenner, ilyesmi. Őket még most is nagyon-nagyon-nagyon szeretem, de utána meg átváltottam ilyen R&B, meg ilyen nagyon chill, meg rap, meg ilyesmire, és ez nem tudom, az jó sok, jó pár évig ment is nekem ez, meg mint a Nicolas Jar, meg ilyesmiket hallgattam. Most is szeretem egyébként Nicolas Jart. Kezdek így visszanyúlni a gyökereimhez, mert például Paramort is hallgatom, mostanában végighallgattam az szinte az összes eddigi lemezüket. Most meg ez az Arctic Monkeys, ez is ilyen rockos. A kedvenc highlighterem az pedig az Illamaszkának, hát nem tudom micsoda a neve, 0015-ös ügynek. Ezt nagyon-nagyon szeretem, ennek gyönyörű a ragyogása, és tök szép. Ahogy a bőrbe bele simul, vagy beleolvad, vagy nem tudom. Szóval ez az Arctic Monkeys, ez valami, na mindegy, szóval, hogy újra átéltem azt, hogy tini koromban, hogy mennyire szerettem a Paramount, meg úristen, nem tudom, hogy mindenképpen el akarok menni egy Arctic Monkeys koncertre. Az a decemberi albumról az Arabelle, azt hiszem ez a szám címe. Hát ez nem bírom abba hagyni. Esküszöm, volt egy olyan nap, hogy 5 órán át azt az egy darab számot hallgattam, tök durva. Ja, az meg a másik, hogy én simán ilyen vagyok, hogyha valamelyik szám tetszik, akkor azt addig hallgatom, hogy meg nem utálom kell, mert nagyon nem, de végtelenségig tudok hallgatni számokat, szóval... Emlékszem, hogy régen voltam diákcsere program keretein belül Orvietóban, Olaszországban, és ott egy csomó náció összejött, és a máltaiakkal lettem a legjobban, és ott ők nagyon-nagyon szerették a Beirut zenekart, és tőlük a fogalmam sincs, hogy melyik számot, de hazajöttem abból a táborból, vagy hát kb. Tábor volt, és szerintem egy hétig azt az egy darab számot hallgattam. És most ez az Arabelle, az Arctic Monkeys-től, és szerintem sokkal jobbak élőben. Mert hogy ez az egy szám, ez tuti, hogy élőben sokkal jobb, mint felvételen. És ez is szerintem marha, hogy imádom az ilyen zenekarokat, akik élőben még jobbak, mint a lemezen. Nem azt mondom, a lemezen is iszonyat jó a hangzása, csak hogy élőben még egy ilyen pluszra, és szerintem tök jó a színpadi jelenlétük. Az meg egy még plusz, hogy az énekes srác, aki egyébként gitározik is, Alex Turner, írja az összes dalukat. Egyedül. Tök durva, amit egyszer néztem, hogy Nicki Minajnak elvileg 8,2 zeneszerzője van, szóval annyian írják átlagban a számait. Mi érdekes. Az számomra iszonyatosan, nem irigylésemért, nem úgy, hogy irigylésemért oda, hogy
annyira felfoghatatlan számomra, hogy valaki erre képes, hogy ilyen zenéket írjon és hangszereljen, meg hihetetlen tehetség szerintem, és még tök jól énekel is hozzá, szóval ez ilyen sok az egyben. Nem tudom, mennyire tudjátok, vagy sem, de ezt a Kiko, ez 219-es szemhéj púdert szeretem a legjobban pirosítónak, csak ezek az a baja, hogy kiugrik a helyéről, szóval ezt mindenképpen így fogni kell. Szerencsétlen már 5-6-szor kiesett ebből Pixisből, szóval ezt csak úgy óvatosan. Szóval a zene az az egyik ilyen iszonyatosan nagy, nem mániám, de az, amit nagyon-nagyon-nagyon szeretek az életben. Hobbim, mondjuk a zenehallgatás. És a másik pedig a kovászolás. Kovászos ételek készítése, meg a sütés, meg a főzés úgy nagy általánosságban. Egyébként régen tökre nem érdekelt, szóval ilyen szerintem 23 éves koromig mondjuk, vagy 24 éves koromig, 23-24 éves koromig egyáltalán nem érdekelt az egész. Szóval nagyanyámmal mindig főztem otthon, meg sütöttem, meg ilyesmi, meg ott voltam vele a konyhában, de úgy kifejezetten nem érintett meg a főzés, sütés. Most szerintem egy 2 éve kb. Vagy 3. Imádom. Imádok sütni, főzni jó alapanyagokból, szeretek utána járni, hogy hol vannak jó alapanyagok, hol vannak kézműves termékek, és ez a kovászolás, kovászos kenyér készítése, imádom. Ez úgy néz ki az új szeretet nyelvem, mert ha bárki kedves, nem úgy kedves, de közben csinálom a szemsminkemet, ezt az Urban Decay Born to Run palettája még mindig a kedvencem, szerintem verhetetlen. És ebben azt szoktam csinálni, hogy fel szoktam vinni ezt a színt, ez egy homokos, szürkés, igazából tök semmilyen szín, de ez tök jó alapnak, hogy ezen jól el tudom dolgozni a többi árnyalatot. Utána fel szoktam vinni ezt a karamellás színt, és ezt a sötét barnát pedig a külső egyharmadra, és utána ezt az ilyen rezes színt pedig felviszem az egész szemhéjre. Szóval most is pont ugyanezt fogom csinálni. Háztáji dolgokat szoktunk beszerválni, például tejet is tanyára szoktuk hozni, szóval pont ezzel foglalkoznak csak, teheneik vannak, és tejet adnak át. Teljesen szabad tartásúak az állatok, itt van tök közel hozzánk a tanya, úgyhogy marhajon már kiszoktunk oda biciklizni, úgyhogy legalább megvan a napi mozgás is. Ja, a másik ilyen nagy mániám a biciklizés, imádok biciklizni, az a legjobb közlekedési forma egyébként, és a mai nap ez véglegesen bebizonyosodott, amikor be kellett vásárolnom, és annyi mindent vettem, hogy tudtam, hogy biciklivel eléggé szar lenne hazajönni, meg lehet oldani, csak nem annyira van hozzá most éppen kedvem. Nem lehet parkolni, mindenki tök ideges, nehezen lehet mászkálni, mindenki össze-vissza, hogy nem figyel oda, na mindegy, hogyha amikor megyünk a tejért, akkor kaptunk ajándékba, hát nem is tudom micsoda, az ilyen friss sajt, meg a túró közötti állagú sós készítmény. És csak olyan kóstoljuk meg, hogy jaj, hogy ízlik-e, meg hogy jó, meg hogy tetszik-e, és szóval csak úgy kaptunk ajándékba egy marha nagy tállal. És mivel ennyire jó fejek voltak, ezért csináltam nekik egy kovászos kenyeret. És annyira megízlett nekik, hogy azóta most már cserekereskedelem van, hogy tejért adunk kovászos kenyeret. És nagyon-nagyon-nagyon ízlett nekik, és úgy örülök mindig, hogyha az embereknek ízlik a főztöm, főleg a kovászos kenyér, ez nekem ilyen tökre elsarkolatos pont, hogy annak muszáj, hogy jól sikerüljön, nagyon jó legyen. Nagyon sokat olvasok is utána, hogy mi, hogy kell pontosan csinálni a kovászos kenyeret, úgyhogy jó legyen, meg új technikákat próbálok ki, új liszteket, meg keverem, meg mit tudom, ilyesmi. Ez is tök jó szerintem, nagyon-nagyon-nagyon szeretem csinálni a kovászolást, ez egy művészet. Konkrétan. Most nem azért, mert én vagyok a művész, majd, csak hogy egyszerűen hihetetlen, hogy emberek mennyi energiát, meg pénzt fordítanak erre, hogy ilyen kovászos kenyereket készítsenek, szóval hihetetlen eleve, hogy mennyibe kerülnek ezek a gépek, amikkel csinálják. Ez valami bődület, milliókról beszélek. Nagyon durva, szóval én is szeretnék majd ilyen konyhai robotgépeket, és ugye persze mindenki mit lát, mi van, mit használnak, KitchenAid persze, 400 ezer forint. Amit én szeretnék, az 400 ezer forint, azt hiszem már 200 ezer forinttal is lehet szerválni, csak hogy én szeretnék egy ilyen nagyobbat. De a 200 ezeret is sajnálom rá, szóval itt kb. Így megakad a történet, hogy tűnk egy, hát nem azt mondom, hogy KitchenAid koppincs, de azért úgy mondjuk viszonylag arra hajazott. Kipróbáltuk, és iszonyat bődületesen rossz volt, szóval nagyon-nagyon-nagyon rossz volt, és nem is a legolcsóbb volt. És akkor visszavittük, alig akarták visszaadni a pénzt, nem akarták visszaváltani, azt mondták, hogy ez jó, meg mit elmondom, de nagyon nem jó, és akkor persze ott erősködtünk, és akkor végre visszaadták az árát. Na mindegy, szóval, hogy nem vagyok hajlandó 200 ezer forintot kiadni egy ilyen gépért, mármint, hogy a KitchenAidért, és az első nekem a 400 ezeres tetszik, szóval
Egy-két kenyeret meg lehet csinálni egyébként kézzel, szóval nem annyira nagyon vészes, de mondjuk vannak olyan tésztek, amik olyan magas hidratációjúak, hogy egyszerűen kézzel ne állj neki dagasztani, mert egyszerűen nem lehet, képtelenség, nem lehet megcsinálni. Például ilyen a panettone, amit szeretnék csinálni, de ilyen gép nélkül nem lehet. Tudom, vannak azok a kézi háztartási gép, és akkor azzal elvileg lehetne. Azon is van elvileg egy ilyen tésztadagasztó micsoda, de hát az se az igazi, hogy őszintén próbáltam. Folyton felmászik rá a tészta, meg az is csak így kínszenvedés, szóval azt nem szeretnék. Egyébként azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy elkezdenék így kovászos kenyereket csinálni, de hogy így rendesen, így eladásra, meg ilyesmi. Még utána kell járnom, hogy ez pontosan mi kell, mert ugye semmiféle ilyen képzettségem nincsen, de attól függetlenül szerintem még lehetséges, hogy tudnék így árusítani. Számlát is tudok adni, meg ilyesmi, szóval az nem gáz. Úgyhogy ez engem tökre érdekel, és totál bele tudok ebbe veszni, hogy el tudok ezekben veszni, ezekben a témákban, szerintem marha jó. Egyébként kezdem azt érezni, hogy megint visszatérek a 10 éves koromba, mert akkor volt ez, imádtam annyira ezt a rockzenét, és narancsárga volt a hajam. Olyan volt a hajam, hogy a legnagyobb része piros volt, az egyik oldal narancsárga, a másikon alul meg szürke, mint Hayley Williamsnek, vagy annyira imádtam a Paramort, hogy mindenáron olyan színű hajat akartam, mint amilyen Hayley Williamsnek volt. Ráadásul református gimnáziumba jártam, ahol nem engedett a hajfestés, szóval nyáron általában kiéltem magam, és akkor utána vissza kellett festenem sacperc-cirka olyan színűre a hajamat tanévkezdésre, mint amilyen volt tanév végén. Itt a legvilágosabb színt. Azt felveszem a belső egyharmadba. Mivel már nem fogom tovább bözörgélni a szemet, csak szempiréspirált fogok feldobni, ezért jöhet a pupa színezett szemöldök zseli. Nem szeretem kitölteni a szemöldökömet semmiféle cerkával, púderrel, semmivel. Egyszerűen nekem szerintem egyrészt nem is áll jól. Nem is szeretem, hogyha ilyen nagyon durván ki van festve a szemöldököm. Én szeretem így természetesebben, meg most nem azért, de szerintem amúgy is tök jó dús a szemöldököm, szóval én ezt nem akarom még tovább dúsítani, szóval nekem szerintem bőven elég ez a színezett szemöldök zseli. És ez tök jól a helyén tartja a szempilláimat, és a Maybelline Lash Sensational. Ez még mindig a kedvenc szempilláspirálom, nincs másik, ami nekem ennél jobban tetszene. Régebben volt, most nem tudom honnan lehetne beszerezni, és igazából rohadt drága, szóval annyira nem fogom magamat törni, amiatt, hogy beszereznem. A Make Up Forever-nek van egy vízálló szempilláspirálja, az annyira, imádtam. Görögországban vettem, kb. 10 évvel ezelőtt, és ez annyira durván jó, hogy a tengervíz nem szedte le. Úgyhogy azért ez nem semmi. Azt nagyon-nagyon szerettem, de én érdekes módon azt láttam, hogy 33 euró. És amikor 10 évvel ezelőtt vettem, én ugye emlékszem, hogy akkor is 33 euró volt. A másik, amit nagyon-nagyon szerettem, az a Hypnose. Biztos, hogy tudni fogjátok, Hypnose. Meg Doll Eyes, vagy Doll Eyes. Lancome. Na, Lancome-nak van még az. Az is ilyen 10.000 forint körül van. Szerintem az rohadt drága és szempillős spirálért, főleg úgy, hogy igazából ugyanazt vagy jobb hatást el tudok érni ezzel a 2200 forintoshoz. Ha olyan marha nagy lenne a különbség, akkor azt mondom, hogy jó, oké, de árértékarányban szerintem ez a legjobb szempillős spirál, amit lehet a piacon találni. Mondjuk szoktam néha kísérletezni, meg főleg úgy, hogy anyu folyamatosan kísérletezik a szempillős spirálokkal, de én annyira nem vagyok kísérletező kedvű. Lehet, hogy most egyesek ki fognak ezen akadni, de anyu szempillős spiráljait szoktam használni, vagy hát nem használni, hanem kipróbálni, hogy milyen, és hogyha mondjuk mit tetszene, akkor vennék én is, de általában nem tetszik. Meg nekem, nem tudom, már van egy agyamban egy kép arról, hogy én hogy szeretem, hogy hogyan állnak a szempilláim így. Én így szeretem a szempilláimat, és hogyha egy szempillás spirál nem csinál ilyen szempillákat nekem, akkor alapvetően nem kell. Szóval, hogy már megvan egy standard, amit szeretek. Nekem már úgy érzem, hogy van egy-két dolog, ami már így kialakult a, nem tudom, nem stílusom, hanem hogy már tudom, hogy mit szeretnék egyes dolgokban, és tudom, hogy mi az, amit nem. Hogyha valami nem olyan, amit én szeretnék, akkor az nem jó. Ez nagyon sok esetben egyébként hátrány is, szóval annyira tudné hazavarni az, hogyha nem úgy sikerül valami, ahogy én ezt elképzeltem, hogy akkor ne legyen senki a közelemben.
Igen, ez is valószínűleg nyilván a videók, ez így egyáltalán nem jön át, mert nem kerülök ilyen helyzetbe, hogy ez kiderüljön, de hogy egyébként viszonylag türelmetlen vagyok, és nagyon hirtelen haragú, hogy olyan temperamentumos, azt szokták mondani. Elképzelés, elgondolásos valami, és úgy szokták mondani. Hogyha ez megvan, akkor utána már csak a száj van hátra. Általában az Essence 08-as, teljesen semleges színű ajak kontúr ceruzát szoktam használni. Négyféle rúst szedtem elő, amit nem tudom, hogy melyiket akarom használni. Az egyik a MAC-nek a 316-os rúzsa, ami egyébként annyira nagyon nem szeretek, de az azért használom néha, mert hogyha mondjuk nem akarok ilyen brutális pigmentáltságú rúst, akkor ez például tökéletes ahhoz. A másik, amit hoztam, az a Boho 307-es. Ez viszont egy sötétebb, pigmentáltabb, sűrűbb, krémesebb állagú narancssárga rúzs, illetve kettő Fenty Beauty rúst, az egyik a Single, a másik a Freckle Fiesta. Az egyik az kicsit olyan semlegesebb színű, ez pedig ilyen rendesen narancssárga. Úgyhogy most ezek közül nem tudom, hogy mit akarok. Amit nagyon szeretek csinálni, és lehet, hogy most is ezt fogom csinálni, ezt a két Fenty Beauty-t szoktam összekeverni úgy, hogy a kívülre rakom ezt a narancssárgásabbat, és belülre meg ezt a ilyen homokosabb színűt. Ez szerintem ilyen tök jó olyan alapsmink, szóval ehhez szinte bármilyen színű rúst fel lehetne dobni, jó piros is állat lenne hozzá, vagy ehhez még lehet fekete szemhéjtúst, barnát is, tök jó lenne narancssárga, és én tök sem lehetem képzelni ehhez mondjuk egy narancssárga szemhéjtúst. Nekem ez az a smink, amit ha valahova el kell ugranom, vagy hogyha kicsit kiszeretném magamat sminkelni, de nem akarok túlzásokba esni kivételesen, akkor biztos, hogy ezt fogom megcsinálni, szóval a rúzs az változhat általában. De a smink az szinte mindig ugyanaz, iszonyat jó, tök gyors, ezek a kedvenc termékeim, amiket most használtam, és szerintem ez hangsúlyozza ki a legjobban a szemem színét. Ez a kész smink, ami remélem, hogy tetszett nektek, és remélem, hogy élveztétek ezt a videót, kicsit most másképp volt, meg másmilyen volt, mint amilyen általában szokott lenni, szóval remélem, hogy tetszett nektek ez a kis nyugis, beszélgetős videó, és hogyha igen, akkor találkozunk a következőben is. Sziasztok!